Köszöntöm nézőinket, hamarosan kezdődik a KUN Szövetség közgyűlése. Kovács Sándor az ivivői testület tagjával beszélgetünk. Itt már mögöttünk gyülekeznek a kiskunok, nagykunok. Mi a mai napi rendi pont? Mindenképpen ez egy tervszerűen megszervezésre kerülő közgyűlés, hiszen minden évben össze kell hívni a KUN Szövetség tagjait. Alapszabály módosítás lesz, hiszen a PTK arra kötelez bennünket, hogy mi is változtassunk az alapszabályon. A pénzügyi beszámolót fogadtuk el, az elmúlt időszaknak a befejezett eseményeit, hogy miket támogatott és miket szervezett a KUN Szövetség, és a jövő terveire, hogy mit akarunk még ebben az évben végezni. És hát természetesen személykérdésekre is sor került, hiszen dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, aki 15 éve volt a KUN Szövetség elnöke, bejelentette, hogy a megnövekedett feladatai miatt nem tudja ellátni a KUN Szövetség vezetését. Az ügyvivőtestület úgy döntött, hogy tiszteletbeli elnöknek fogja megválasztani, és hát ezen a közgyűlésen döntünk az új elnök személyéről is. És hát itt azért látjuk, hogy vannak már kiskunok, akik hagyományőrzők, és minden évben ott vagyunk mi is a rendezvényeiken. Tehát azt hiszem, hogy nem lesz egyszerű megint összehozni azt a nem sok pénzt, szétosztani, hogy minden rendezvényt lehessen támogatni kiskunságban, vagy esetleg kisülszálláson, vagy messzebb lévő településen is. Igazából nem a pénzem múlik, hiszen ide Kaposvártól kezdve jönnek kunok az ország minden területéről, aki KUN identitásúnak tartja magát, ebbe az egyesületbe, ebbe a szövetségben talál helyt, és az itteni emberek nem támogatásért, hanem igazából ők támogatják ezeket a szervezeteket, saját pénzből, önerőből szerveznek, és igazából ez egy nagyon szép és nagyon önkéntes feladat, és mindenki, aki a KUN identitást tartja, valamivel tudja támogatni, akár a jelenlétével, akár anyagilag, akár szervezésével ezeket a programokat, és én azt látom, hogy ez az elmúlt 15 év nagyon sikeres volt az egyesület a KUN Szövetség részéről. Igen, inkább ez egy jelképes támogatás, és képviseli az ügyvivőtestület valamelyik tagja, azért ott van ezeken a rendezvényeken, és a díjakat át szokta adni. Én azt hiszem, hogy fontos feladat ebben az évben is ez. Viszont itt, amíg várakoztunk, addig sokan beszélgettek a megyeházán tartott Jászkun napról, tehát itt mindenki nagyon nagy elismeréssel szólt erről is. Igen, hát a KUN identitásnak van több aspektusa. Van egy, amire az őseinkre emlékezünk, és tartjuk azt, hogy a KUN egy közép-ázsiai kipcsák eredetű nép, tartjuk ezeket a lovas nomád hagyományokat, és tehát az elmúlt időszakban a redemció is egy nagyon fontos állomása volt a kunok életének, és ez összekötött bennünket a jászokéval. De kicsit külön is állunk. A redemció összekötött a jászokkal, de a jászok egy másik népcsoport, egy alán népcsoport, egy kaukázusi népcsoport, és igazából itt a KUN Szövetségben az eredeti ősiséget tartják legtöbben fontosnak. Az, hogy honnan jöttünk, egy nomadizáló, nagy állattartó nép volt, egy harcos nép a KUN, és ezeknek a leszármazottjai mind a nagykunságban, mind a kiskunságban tartják ezeket a hagyományokat. Igen, hát hiszen itt is itt van több olyan szervezetnek a vezetője, akik vagy talpasi jászként, vagy lovas hagyományőrzőként kiskunok, nagykunok, nagyon sok hagyományőrző rendezvényt szerveznek. Így van, a 21. században valakinek a KUN identitását megélni, vagy hagyományőrzéssel, vagy kultúratámogatással, vagy egyszerűen a településének, a kis vagy nagykunsági településének a hagyományaival, az életének a szervezésével bárhogy meg lehet élni. Nem kell visszamenni akár a középkorba, lehet a 21. század módszereivel is megélni azt, hogy valaki KUN-nak érzi magát, tartja ezt az identitást. Nagyon sok formája van, hiszen van, aki a tudományban, van, aki a hagyományőrzésben, van, aki a gasztronómiában, van, aki csak az életében tartja ezt a hagyományt, ami nagyon fontos. És a KUN Szövetségben az a jó, hogy ezek mind közös otthonra találnak. Én jó tanácskozást kívánok önöknek, és azt, hogy minél több rendezvényen találkoztassunk a KUN Szövetség tagjaival. Köszönöm, és én azt kérem a karcagi nézőket, hogy akik látják ezt, és úgy gondolják, hogy segítségükre van egy ilyen szervezet abban, hogy megéljék ezt az identitást, akkor csatlakozzanak nyugodtan hozzánk, keressenek bennünket, mert minél többen vagyunk, annál erősebbek vagyunk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Fazekas Sándor elnök úr levelét.